Sziasztok, én Toku vagyok, és tegnap ugye föltettem egy videót, amiben arról beszéltem, hogy hát ugye visszaváltok 8.1 alá, és ma derült ki számomra egy kis turkálás után, hogy én teljesen másról beszéltem, mint amit valójában ti hallottatok. Nem tudom, hogy ezzel a dologgal találkoztatok-e már, hogy valaki beszél, és igazából hol teljesen más mond, mint amit ti a fületekkel érzékeltek, és erre egy nagyon jó pofa kis megoldást tudok mutatni számotokra, ugyanis nézzük meg ezt. Most akkor rendesen és jól, mégpedig így, azt mondja, hogy már pofázok, oké, lenyomjuk a reklámot, mert az nem kell. Fogod először is, hogy kiderüljön a valóság, rányomsz a megoldást ide a feliratokra, utána ide mész, és itt pedig nem csinálsz más, mint hogy a fordításra mész, fogod, kikeresed a magyar nyelvet, és most láss csodát, ki fog derülni, hogy valójában miről is szólt ez a videó, és nem arról, amit hallottál. Figyelj csak! Éltem, az bekövetkezett, vagyis mai napon úgy raktam a rendszert, méghozzá vissza a 8.1-et, ugyanis tegnap este történt egy olyan bosszantó probléma, ami tudom, hogy nem a Windows 10 hibája. Hát nem használ az tökéletes gyerekeket. Isten király, nagyszerű, amiket én itt beszélek igazából, és holt ellenkezője megy feliratokba. Tudom, hogy ez azért van, mivel ugye automatikusan generál egy feliratot a YouTube, és ezt ajánlom is figyelmetekbe, ugyanis például én ma úgy néztem Caden Light videó szerkesztőről kis bemutatót, hogy hát gyakorlatilag benyomtam a feliratokat magyart, és igaz, hogy Google fordító volt, de azért sokkal könnyebb volt úgy megérteni a lényegét a videónak, még ha néha hangosan föl is röhögtem a fordítást illetően, hogy mit kell csinálni, mint akkor, amikor full angolból próbálom, úgyhogy ajánlom, akár teszteljétek az én videóimon is azt, hogy valójában miről beszélek, meg mi az, ami a háttérben megy, ugye gondolati szinten, mint ahogy láttátok a feliratból. És hát jó szórakozást kívánok nektek, mindenféleképpen arra jó, hogy az ember néhány percig guruljon a röhögéstől, úgyhogy hajrá! Na, sziasztok!